Műsorunk partnere a Da Vinci Exkluzív Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolataszt. Az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Augusztus utolsó hétvégéje a ralliról szólt a Honi Autósportban. A Mercarius Rally bajnokság utolsó előtti fordulója következett, a Móri központtal megrendezett vértes rally. A versenyrendezője egy hivatalos tesztet is biztosított a mezőny számára nagy veleg mellett, amellyel sokan éltek. Mi pedig azzal, hogy a riporter szerepét a navigátorok kapták, és faggatták pilótáikat kameránk előtt. Ha valaki, akkor Kertész Krisztián tudja, Hadik Andris mekkora mókamester, de a kameránk előtt a pilóta szokásos pókerarccal válaszolt. Volt kettő tesztünk, az egyik Miskolc mellett, a másik pedig most itt a versenynek a hivatalos tesztjén. Én úgy gondolom, hogy az autó jó, egy apróságon még változtattunk az utolsó aszfalt versenyhez képest, és én úgy gondolom, hogy előnyére vált ennek a dolognak. Úgyhogy hát várjuk a versenyt, és reméljük, hogy jó időket fogunk tudni autózni. Bagaméri László kérdéseire társa Turán Frigyes válaszolt. Nagyon dicsérték az autót, lehet kicsit elkiabálták, de erről majd később. Sziasztok! Szerintem egy nagyon jó napunk volt, ami részben ugye bizonyos támogató partnereket is ki kellett szolgálnunk, de azt gondolom, hogy minden kilométer, amit megteszünk az autóval, az igazán hasznos. Köszönöm a csapatnak a tesztet, az autó hibátlan volt, szokásához híven. Úgyhogy egy szép napot zártunk, szerintem ilyen 30-40 kilométert autózhattunk, úgyhogy ez mindenképpen hasznos lesz. Deák Attila Bodolai Lászlónál egy esetleges személycseréről is érdeklődött. Az időjárás nem fog megtréfálni minket, úgyhogy egész jól sikerült felkészülni, talán picivel többet is foglalkoztunk most ezzel a rallival, mint az eddigiekkel, úgyhogy abszolút pozitív eddig a versenyről az eszkép. Ezt talán még sose kérdezték meg tőled, mennyire vagy elégedett a mostani navigátoroddal? Elégedett vagyok teljesen. Hál' Istennek nagyon össze vagyunk szokva, úgyhogy nem gondolom, hogy ebben az irányban változtatnunk kellene, de bármi előfordulhat. De aranyos. Szombaton a klasszikus oroszlányi pálya több mint 17 kilométerit teljesítette a mezőny három alkalommal. Turán Frigyes nagyon belekezdett, hiszen a világbajnok Oszberg is 2,2 másodperc távolságból figyelte a Volkswagen Polót, amely nem sokkal később megadta magát, így Turánék számára befejeződött a vértes rally. A többieknek szinte akkor kezdődött. Többen is Oszberg nyomába eredtek, de lehet Hadik Andris is inkább a mögötte érkezők idejét figyelte jobban a bajnokság szempontjából. Kertész Krisztiánnal nagyon komoly balesetet szenvedtek Veszprémben, de ez sem az autón, sem a tempójukon már nem látszott. Próbáltunk minél jobban felkészülni erre a versenyre, és az autón is finomítottunk még egy-két dolgot, és én úgy gondolom, hogy előnyére vált.
amúgy alapvetően én gyorsan tudok most per pillanat ezzel az autóval menni. Hát alapvetően ugye a bajnokság szempontjából nekünk tökéletes ez a második hely is, én úgy gondolom, de hát majd meglátjuk, hogy mit haza holnap, majd megpróbálunk egy kicsit gyorsabban menni, de hát ez az első egy-két gyorsság, én úgy is kiderül, hogy mit tudunk alkotni. Lehet az is, hogy esni fog az eső, de alapvetően nekünk teljesen mindegy, hogy száraz úton kell autóznunk, vagy vizesen, majd meglátjuk, hogy milyen beállítást kell holnap használni, vizeset vagy szárazat, és majd annak megfelelően próbálunk meg autózni. Majd megpróbálunk holnap még egy kicsit gyorsulni. Klaus Kristóf és Csányi Botondo a harmadik helyen zárták az első napot. Egyértelmű a fejlődés a párosnál, és a Skoda Fabia is szót fogad a páros utasításainak. Ilyen összhangban lehet öröm autózni. Próbáljuk feszegetni a határokat, illetve összeszedni magunkat. Próbálunk minél pontosabban autózni, és az látszik, hogy ez így most összejön. A első és a második gyors között is tudtuk felezni a különbséget. Harmadikon nem, viszont ott volt egy taktikabeli különbség, tehát ők kemény gumival mentek, pontosabban az őszben, mi pedig közepessel. Szerintem az egy pici előnyt jelenthetett volna a számunkra, de ez így alakult. Próbáltuk abból is kihozni a legtöbbet. Voltak jó részei ennek a úgymond taktikának is, de egy összességében nem ez bizonyult jónak. Egész verseny folyamán nagyon élvezzük a versenyzést, tehát ez tényleg az a verseny, amikor lejövünk a gyors végéről, és nagyon örülünk az egésznek, úgyhogy szeretnénk ezt holnap is megtartani, valamint az előttünk lévő pilótáknak a nyomába eredni, és felvenni velük a versenyt. Velencei Ádám és Baci Gál Igor negyedikként értek Nyugovóra, de Ádámnak csak az járt a fejében, hogy tavaly itt ő nyert. És ezt nem álmodta, ez valóban így volt. A név pedig kötelez. Egyértelmű volt a vasárnapi feladat, ha esik, ha nem, mondjuk nekik nem lehet, és minimum a dobogó a cél. Próbáltunk rápattanni, hogy belülről jobbak voltak az érzések, az idő az nem nagyon mutatta ezt. Nem vagyunk igazából nagyon lemaradva, bármi lehet, nagyon sokan kaptak defektet. Mi szerencsére megúsztuk, itt a szervizparkba engedett le az egyik kerék. Kristóf van egy 2,5 másodperc, de mindenféleképpen holnap az lesz a cél, hogy menni előre, mindenféleképpen dobogón szeretnénk lenni. Azon a nehéz, hogy amikor tényleg lobogunk ilyen 190, onnan egy féktávot venni, a féktávokból mindenféleképp van. De alapvetően jó volt igazából, jó volt a hangulat az autóba. Ezekkel ezt a pár másodpercet kell megtalálnunk. Mondom, nincs dráma igazából, szeretnénk gyorsulni holnap mindenképp. A gumitaktikában mi próbáltunk úgy sakkozni, hogy valamennyire készülni már holnap. Azért is lett az utolsó gyorsan, félig meddig úgy beáldoztuk. Az felbojdít minden szerintem. Én mentem már itt a fehér aszfalton esőbe, extrán csúszik. Csomós Mixi és Nagy Attila nagy közönség kedvencek. A verseny előtt a fiatal páros holt versenyben vezette a bajnokságot hadikékkal. Egyértelmű volt, aki itt előrébb végez, némi előnnyel várhatja az utolsó futamot. De arra rémálmukban sem gondolt a feltörekvő páros, hogy egy defekt miatt kezdik handicappel a vasárnapot. Igen, hát ugye mondtam itt a versenyen egy pár embernek, hogy nem szeretnénk nagyon megváltani a világot. A bandit próbáltuk figyelni, az első gyorsan ugye volt köztünk 7 vagy 8 tized, teljesen rendben volt, nem éreztem feszítettnek a tempót, egy tök normál, jó ízűt autóztunk, jól esett. Aztán a második gyors fele, vagy kicsit előtte egy ilyen 40%-nál kaptunk valahol egy defektet, valójában az a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, hogy hol. És megnéztük a belső felvételt, többször is ott sem derült ki. Nagyjából be tudjuk határolni egy kilométeren belül, hogy hol lehetett, de konkrétan nincs meg. Nagyon sajnáljuk, egy percet ott hagytunk, így most ugye harmadik gyorsan harmadikok lettünk megint, így körülbelül nyolcadikak vagyunk most, egy perc hátránnyal a bandékhoz, de sajnos nyilván észszerű kereteken belül ez nem ledolgozható. De ugye még van egy második nap, amiért járnak pontok, illetve a power-ér is, meg ha fel tudunk jönni egy ötödik, hatodik helyre, akkor azért haza tudunk vinni pontokat, szóval a bajnoki cím még úgy gondolom, hogy nem dölt el, de meg ugye hosszú a verseny, Bandinak is volt két defektje, csak lassú defekt, nem eresztett le, úgyhogy azért itt bármi benne lehet még, nem tartjuk fel a kezünket, megyünk tovább, aztán holnap egy új nap van. Bodolai László és Deák Attila még nagyobb előnyt adott a mezőnynek. Egész pontosan az autójuk. 3 percig gondolkodott a park fermében, hogy beinduljon, amitől gazdája indult be és jól meghajtotta. Sajnos reggel nem indult be az autónk, így 3 percet késtünk a szerviz kívül.
és ez 30 másodperc büntetést összeszedtünk az első gyors előtt gyakorlatilag, úgyhogy nagyon nehéz volt fejbe összerakni magunkat, hogy le tudjuk hozni normális eredménnyel, illetve Rumli nélkül az első gyorsot ezeknek a hátterében. De sikerült, úgyhogy jöttünk is össze egy negyedik időt az első gyorson, de abszolút meg voltunk elégedve vele, jó volt a gumiválasztásunk, az autó nagyon jó, ezt át tudtuk menteni a következő gyorságira is, akkor már azért sokkal nyugodtabbak voltunk, meg elkezdtük azzal a szemlélettel nézni ezt a dolgot, hogy hál' Istennek beindult az autó, így csak három percet késtünk, úgyhogy ennek tükrében tök jó, hogy itt vagyunk, gyakorlatilag hetedik helyen vagyunk most itt a büntetéssel együtt is, ha nem lenne az, akkor a ötödik helyen lennénk, de hát itt nincs ha, most itt ez van, úgyhogy nincs messze minden, ötödik pozíció szerintem az még teljesen elérhető, hogyha ha marad is mindenki előttünk, van még 8 gyorsasági, úgyhogy nem megyünk oda feltett kézzel, mindenféleképpen megpróbálunk támadni, és hát majd odafigyelünk. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolataszt. Ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Sauer Gergő és Kerék István 50 km alatt 40 másodperces előnyt dolgoztak ki az első napon kategóriájukban, de mire reggel felébredtek, már a fele sem volt meg. Amíg ők aludtak, a felügyelő testület nem, és egy társuk műszaki hibája miatt jócskán javítottak a többiek idején a zöld asztal mellett. Hát nem akartam én ezt annyira túlfeszíteni, de hála Istennek szerencsémre, meg úgy, de így sikerült, örülök neki. Hát most igazából sok mindent nem fog tudni tenni ellene, annak se, hogyha nem esik, annak se, hogyha esik. Hogyha már egy dolgot kérhetek, akkor csak az, hogyha bármilyen körülményes lesz, akkor legyen rávaló gumim. Én nekem a többivel úgy vagyok, hogy legyen, aminek lennie kell. Mehetne kicsit gyorsabban, mert vissza van folytva, meg utcai üzemanyaggal megy, de nagyon jó autó, tehát a futóművében meg a fékében van a sava borsa. Hoffer Zsolt és Kassa Kristóf kisebb gondokkal küzdött. Volt, amit maguknak okoztak, volt, amit nem. Ennek ellenére élvezték a küzdelmet. A páros szervizparkjában 2 napig hemzsegtek a gyerekek. Lehet évek múlva az egyikőjük vezeti majd a Ford Rally 3-ast. Alapvetően az áramgyorsági nagyon tetszik nekem. Valamit nem jól szetapoltunk az autón, úgyhogy feladtam magamnak a leckét minden lassítóban, nagytentesen lassan tudtam kijönni. Úgyhogy kellett változtatni, most az utolsó gyorsági szakaszra úgy is mentünk itt a harmadikra, hogy változtattunk az autón, jobb lett, csak sajnos előttünk megállították a gyorsági szakaszt, egy 12 percet álltunk a rajban. Már stage mode rajta volt, amikor intettek, hogy le kell állni. Hál' Istennek nem történt sportásunkkal semmi baj, meg az autót is eloltották, úgyhogy minden rendben. Nessa nekünk nem használt, 5-ös gumik voltak az autón, lámpasor ugyan volt az autón, de kanyarlámpa nem. Úgyhogy sok benne maradt, egy kicsit meg is ütöttem a jobb elejét az autónak, ez a terelő, ami benne volt, ez annyira sok traktorgumi volt benne, hogy egyszerűen nem fért el rendesen, úgyhogy kapott egy kicsit az autó. De egyébként nagyon tetszett, Kristóf ügyesen navigált, és amire külön büszke vagyok, hogy közben itt a csapatunk nagyon-nagyon intenzíven dolgozott, és nagyon-nagyon sokan jártak nálunk itt a közlekedésbiztonsági parkban. Közlekedésbiztonság számunkra a legfontosabb dolog a szervizparkban, és ennek kapcsán egyébként most készültünk a látogatóinak, eddig mindig a gyerekek kaptak ajándékot, most a felnőtteket vártuk, és ki lesz sorsolva több vezetéstechnikai képzés a Közlekedéstudományi Intézet jóvoltából, ez mind autós, mind pedig motoros vezetéstechnikai képzés jelent, úgyhogy elég sokan regisztráltak nálunk, úgyhogy izgalmas sorsolás lesz, és azt gondolom, hogy elég sokan fognak menni, annyit elárulhatok előjáróban, hogy együtt fognak menni többen. Végre ismét rajthoz állt a Magyar Rally egyik legkedveltebb showmenje, Hevesi István. Ahogy kell, őrült lendülettel vetette magát a küzdelembe. Az URC-ben csak a hátát nézték, míg az ORB mezőny elejét is riogatta. Botján János navigátor tudna mesélni a tempóról, de egy külső mérés is bizonyítja, a 195 km/h sebességgel
Ő volt a csúcstartó. Jó helyen állunk, örülök, hogy itt vagyunk, nem esünk még ki, annak nagyon örülünk. Igen, nekem mindig olyan gumiai vannak egyébként, az annyiból jó, annak nem kell megmutatni a pályát, tudja, hogy mennyivel fér el, azt tudja. Hát igazából a gumit azt mi rontottuk el, mert ugye kettő darab erre a hetes gumink volt, ami ez az újfajta, ugye, hát és azt raktuk fel, de a öcsémnek elfelejtett mondani, hogy nagyon ereszt. A bal hátsót azt fel kellett volna fújni 3 bárra, hogy le tudjunk jönni a gyorson, és az öcsém meg csak, mert én során vettem a guminyomást, mondom neki, hogy itt állítsd be a gumit, visszajövök, te fogod legközelebb megnézni, és ő nem 3 bárra fújta, hanem belőtte a rendes ideális értékre, és szép lassan leengedett a gyorson. Mondhattam volna neki, hogy nagyon ereszt. Igen, hallottam, itt az előbb a Spici mondta, hogy mértek, és elég jó tempunk volt egy ilyen jobbos-balos átövőve. Annak nagyon örülök egyébként, mert én most jó van, az elsőre azt gondoltam, amikor lejöttünk, hogy nem lesz meg a tempunk, mert nagyon szarul megyünk. Viszont a másodikra, mintha kicseréltek volna, és visszajött minden, mint ahogy korábban mentem, kellett hozzá ez az egy gyors. Fockó Ákos kicsit lemaradt a második helyen Hevesi Pistitől, az esti szervízről meg teljesen. A versenyzőpáros a sötétben az utolsó gyorsan ütközött egy hasonló stílusban közlekedő vaddisznóval. Egyikük sem járt jól, mindketten kiestek. Az ütközők közül csak a Mitsubishi hozható helyre a következő versenyre. Ráti Gergő biztosan vezette az ORC 2WD kategóriát, de abszolútban is remek időket autózott. De ha a sötétben elmegy a töltés, az csak fokozza az izgalmakat. Jól sikerültek a szakaszok, most az utolsót kicsit elspóroltam. Volt egy rész, ahol hát szerintem egy 3-4 kilométeren keresztül egy olajcsík volt, és úgy voltam vele, hogy nagy az előnyünk, nem kell most erőlködjünk, és inkább azt ott elsporoltam, de a többi szakaszon nagyon jó időt mentünk, úgyhogy szerintem jól sikerült. Még ami nehézségünk volt, hogy a töltésünk elment, és most éppen azt javítjuk. A vértes rali vasárnapi feladata 8 gyorsasági teljesítése volt. Ezt végül sikerült száraz körülmények között abszolválni, csak utána kerekedett felül az eső. Mint ahogy Mats Østberg rali világbajnok a magyar mezőnyön. A norvég sztárpilóta egész hétvégén érinthetetlen volt és győzött Eriksennel. Az erkölcsi győztes azonban Hadik András és Kertész Krisztián voltak. A veszprémi hatalmas balesetet követően mind a csapat, mind a versenyzők számára erőn felül kellett teljesíteni. Az abszolút második hely a Hadik Rally Team számára győzelemmel ért fel. Nem csak a magyar versenyzőket utasították maguk mögé, hanem önmagukat is legyőzték. Nem véletlen a megható pillanatok, és Andristól az elcsukló hang. Előző versenyen volt egy nagy balesetünk, és hát kicsit megmondom őszintén, hogy féltem tőle, hogy nem fogunk tudni jól menni ezen a versenyen, de hát szerencsére ugye a sportban az a jó, hogy az ember felül tud kerekedni saját magán, úgyhogy minden rendben van. Valamilyen nem tudom, hogy miért ez a vértes rally, ez mindig egy ilyen baleset előzi meg ezt a versenyünket. Ugye tavaly Jukóbányán egy teszten borultunk fel, most a Veszprém rallyn, de így van, örülünk neki, hogy itt vagyunk. Annál hangulatosabb nyilatkozatot adott Klaus Kristóf, akik Csányi Botondal mindent megtettek a dobogó 3. fokáért a végén. Még abszolút időt is futottak, de a 4. helyezésük így is dicséretes. Végül az utolsó gyorson 1/10-del meg tudtuk verni, úgyhogy az lett a vége, hogy nem sikerült nekünk a 3. hely. A délelőtti szakaszon kicsit elengedtük a gyeplőt, ott kellett volna jobban ráfeküdni, túl óvatosak voltunk a gyorsasági szakaszon, de azt gondolom, hogy itt az utolsó körbe, az előző gyorson sikerült mennünk egy abszolút első időt, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült. A legyőző Velencei Ádám és Bacigál Igor. Kicsivel több mint 2 másodperccel, de a Klauszék előtt ők értek fel a dobogó 3. fokára. Csányi Botond sportszerűen gratulált is az interjú alatt. A tavalyi győztes Ádám egyáltalán nem volt elégedetlen. Kellett már úgymond az a kis sikerélmény, hogy itt vagyunk megint a dobogón. Összben nagyon keményen ment meg a bandi, és most alul maradtunk, nem bírtunk velük. Arra központosítottunk csak itt az utolsó körbe, hogy a Gut Tamás, ott neki mentünk egy ilyen kis oszlopnak, hogy azt a visszacsökken 4 másodperc az előnyünk, hogy azt megtartsuk, de sikerült szerencsére. Jó meccs volt! Bodolai László és Deák Attila szoros kapcsolatot alakított ki ezen a versenyen a technika ördögével. Laci a vértes rali végeztével azonnal mellőzni ezt az ismerettséget.
technika ördökének a villájába sikerült beleülni, és egyáltalán nem tudtunk leszállni csak az utolsó körre róla. De két nagyon jó, nagyon élvezetes gyorságit tudtunk jönni. Reméljük, hogy tudunk pozíciókat menteni, majd magunk mögé kell most figyelgetnünk. Az elejével már nyilván nem tudtunk mit kezdeni. Hát ahhoz képest, hogy a tempónk azért egy ötödik helyre megvolt szinte az összes gyorságin, ahol nem volt technikai problémánk. Ahhoz képest ez a most 8.-9. helyekért küzdünk, nem a legjobb, de lehoztuk, tetszett a vége, úgyhogy ebben most ennyi volt, hajrá Nyíregyházán! Csomós Mixi és Nagy Attila egy defektnek köszönhetően már az első nap kiszálltak a végső győzelemért vívott küzdelemből. De utána is minden másodpercért és a vele járó pontokért megküzdöttek, így nyíltá téve továbbra is a bajnoki küzdelmet, amely Nyíregyházán dől majd el. Igen, sikerült. Nem tudom, mit csinált, de most elég nagy fölénnyel elé kerültünk, illetve defektje. Illetve sikerült a második nap másodikok lenni, és a poweren is másodikok. Hát nincs az, hogy ha, de sajnálom, hogy így alakult, mert Bandival szerintem körülbelül tizedek döntöttek volna a verseny végén, ha kivesszük azt a defektünket, úgyhogy tényleg jó volt, férfias volt. Most már itt az Özberghez is azért egyet kapni egy ilyen gyorsaságin, úgy gondolom, hogy az mindenképp említésre méltó. Boldogok vagyunk, ebből ennyi volt, várjuk Nyíregyházát, bízunk bele, hogy szerencsék kicsit mellénk áll. A komálósok megőrültek az örömautózást bemutató, minden méterét élvező Hevesi Pisti mutatványokon. Az ORC-ben nem fért kétség a győzelméhez. Örülök neki, megyek, a kocsival alapvetően nincsen baj, mert most az a defektet kaptunk. Vagy hogy nincsen benne sper, hát nem is laktam bele, mitől lenne, ugye összetört oroszlányba. Osztómű, váltó, sper, mindenem tönkre ment. Összekukáztam valamit, tudjak menni. Érdekes, a jó cuccokkal kiesik az autó, a kukázottal meg célba ér, úgyhogy ez szerintem csak valami átok lehet. Bacsa Tamás és Hanyi Gergely még nem tudtak indulni a júniusi balesetből lábadozó pilóta miatt. De a sors így is megjutalmazta őket, hisz a körbeveréseknek köszönhetően az utolsó futamtól függetlenül már abszolút bajnokok az ORC-ben. Ráti Gergő nem csak az ORC 2WD kategóriában vitézkedett, amelyet megnyert, hanem Gerebic Márkkal az ORC abszolút értékelésben is dobogóra álltak, ahol előttük csak két összkerekes Mitsubishi volt jobb. Jól éreztem magam, jól telt, jó időket autóztunk, minden rendben volt. A historik mezőnyét Wirtmann Ferenc és Kerekes József vezették fel a céldobogóra. És tessék nézni a korosabb versenyzők kedélyállapotát 80 km szágódás után. A riporter nem akar kérdezni, kérdezek én magamtól. Pedig milyen volt? Ilyen nagyon jó volt, úgy örülök, hogy vége van, mehetek haza. Álmos vagyok, szomjas vagyok, ilyesek, versenyt megnyertük. Elég volt, minden sikerült. Zsírpapa és Mészáros Sándor most kikaptak Wirtmann Feriéktől, de majd más területen elég tételt vesznek ezért. Abszolút másodikok lettünk, ez egy nagyon jó eredmény. Nem, igazából elcsesztük az első kört, mert rossz gumikat tettem föl, azt hittem, hogy majd a kis kalapácsot tudom verni, de hát nem tudtam megverni. Viszont a második körre már föltettük a normális gumikat, és így már nagyon tudtunk, tehát eléggé tudtunk gyorsan menni. Nem tudtuk megverni a Wirtmann, pedig nagyon szerettem volna, megmondom őszintén, de nem sikerült sajnos. De majd legközelebb. Följön neki a parkettája, biztos, hogy följön a parkettája, mert most csináltam neki.